Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk jelenleg a Kén utcai Hév megálló, az ideglenes. Nem ideglenes, bocsánat, ezt ugye hivatalosan úgy nevezik, hogy időszakos megállóhely, tehát itt nem áll meg az összes vonat. De viszont nem hévezni jöttünk, hanem itt van mögöttem a Soroksári úti állomás. Valamint régebben itt tudtunk volna lejönni a felüljáróról, a gyalogos felüljáróról, hiszen a vasút felett, ugye a peronokhoz kötve volt egy felüljárós rendszer. Érdekesség, hogy ennek a felüljárónak a oldalából innen vettük fel még annak idején Andrissal itt a, annak a nem is tudom milyen épületnek nevezték, amit robbantottak. Innen zoomoltunk rá, úgyhogy van róla emlék. És igazából pont a Ricsinek mondtam, a Rikárinak, hogy jövök ide ki, aki meg mondta nekem, hogy ő meglepődött, hogy lebontják és nem felújítják ezt a felüljáró hidat, mert hogy elvileg ez egy nagyjából 20 éves létesítmény, de minden jel most már nem csak hogy arra utal, hanem jelenleg már mutat is, hiszen megkezdték a bontását ennek a felüljárónak. Most nagyon cselesen itt le van kordonozva, nem tudunk bejutni itt a vasút irányába, természetesen ezt meg fogjuk oldani, és megnézzük, hogy jelenleg hogyan áll itt a Soroksári úti állomás környékén a kelebiai, tehát a belgrádi vasút építésnek a jelenlegi állapota. Itt én úgy látom, hogy sok minden nem történik, ám bár azért eléggé látványos a gyalogos felüljárónak a bontása, úgyhogy nézzük meg szerintem közelebbről is. Jól lehet látni, hogy még a peronhoz vezető rész éppen hogy de még áll és megvan, viszont már sem a túloldalra, sem pedig a mi oldalunkra vezető rész nincs meg, tehát azt már lebontották. De én azt mondom, hogy mindenképpen menjünk közelebb. Lehet látni, hogy a régi mávos kerítést is már elemeiben kiszedték például innen. Sőt, nem csak ezt látni, hanem hogy mekkora forgalom van a Soroksári úti rendezőből, hiszen hamarosan jön egy újabb teher. Csak kevésbé lesz érdekes. Itt pedig Soroksári úti állomásnak a peronját láthatjátok, ahol hát most éppenséggel homok van. De minden esetre felvesszük ezt a vektoronos vonatot szerintem itt a nagy építkezéssel együtt. Nagyjából most ilyen itt a peron be vannak. Most azt nem tudom, hogy ezek lettek-e felszedve? Mert ezek úgy néznek ki, mint ami régen volt. Szerintem ezek lettek felszedve, ezek még nem újak. És igen, én azt hiszem, hogy itt ez a vágány, ez ötös. Úgyhogy nem lepődök meg, hogy ez nem éppen gyors tempóval érkezik az állomásra. Igen, ha jól emlékszem, ez 5-ös maradt még, mert Ferencvárosban is volt egy 5-ös vágány, de ha jól láttam, akkor az már fel lett húzva egy erős 10-esre. És hát itt van maga ugye a felüljáró, ennyi maradt meg a felüljáróból. Érdekességképpen mutatom nektek, hogy itt még, mint látjátok, ez is egy villanygép természetesen. Itt még megvan a felső vezeték, azonban itt a két szélső vágány felett nincs meg a felső vezeték, ahol már lebontották a felüljárót. Valószínűsítem, hogy ez vár erre a részre is majd. Szegény Siemens gép, mire kiballag, addigra betelik a tárhelyem. De nem tudom hány darab félpót kocsit azért nem fogom felvenni nektek, mert szerintem megőrültök. Elég volt a Vectron, azt is látjuk eleget. Tehát azt jól látszik, hogy Sori úton megy az élet, hiszen a két vonat között nagyjából 10 perc telt el, és akkor ugye még nem beszélünk arról, hogy nem csak Sori úti rendezőből van itt még forgalom, hanem a Bilk felől is. Ugye folyamatosan fenn kell tartani a Bilknek a forgalmát, és V-hidas szergelyek szoktak a legnagyobb százalékban, legalábbis én azokkal találkoztam, legnagyobb százalékban járni, de egyébként Mávos Szergeit is láttam már, valamint a Railcargo suttogóját is láttam már. Közben pedig érkezik a Hév, nem tudom, most délután van, lehet, hogy éppen Kén utcánál meg fog állni. De szerintem értelme úgy van, hogyha a Kén utcánál ilyenkor kifele áll meg, és befele pedig csak reggel. Ettől függetlenül most már kíváncsi vagyok, nem tudom a menetrendet a Kén utcainak. Ugye ezen kívül volt még a úgynevezett Bőti utcai megállóhely, ami viszont teljesen megszűnt. De ahogy jól látom, ez egy áthaladó lesz, bár nem tudom, hol van a
Veronia, de igen, ez egy áthaladó vonat lesz. Majd megnézzük a menetrendjét, igen, majd beszélni is megtanulok, de most ez annyira nem izgalmas. Szerintem jól láthatóan öttel döcörög itt nekünk a teher még mindig. Ugye ezek voltak középen, ezek a kövek, ez meg volt a biztonsági sáv. Ezek a kövek, de ezek tök jó állapotúak, én ezeket például sajnálnám. Most nem azt mondom, ha felújítás van, persze legyen új, de ezeket egy simán elvinném egy mellékvonalba, vagy mellékvonalra is beépíteném, és peront alakítanék. Ezért tudnék egy pár tippet mondani, hogy hova kéne ezeket elvinni. Ritkán jártam itt, így túl sok emlékem nincsen, de ha jól emlékszem, akkor ez a rész, ez a történet itt, ez lett volna a lift, ami ha jól emlékszem, soha a büdös életben nem működött. De ebben azért nem vagyok biztos, hogy ez így volt-e. Nincs túl sok élményem Sori úti rendezőhöz, hiszen nekem itt semmi dolgom nem volt sohasem. Hogyha a Kelebiaival jöttem, nekem mindig Pest Erzsébet volt felszállás és leszállási pontnak is a legjobb. Tehát még csak Fradi sem jobb Pest Erzsébetnél az én számomra. Úgyhogy igazából meg tudom számolni szerintem egy kezemen, hogy hányszor szálltam fel vagy szálltam itt le. És ezek is mind nagyjából Andrishoz köthető fel és leszállások voltak, meg ennek a... Majd eszembe jut, hogy minek a robbantása, de valószínűleg majd akkor fog eszembe jutni, amikor már kiment ez a videó. Ez úgy szokott lenni. Hát, elég kemény állapotban van már. Most már csak egy nagyon pici része maradt meg. Gyanítom, hogy a felső vezeték miatt nem bontották még le ezt, hiszen jól lehet látni itt, ahol bontottak, a nagy elemet kiszedték, itt nincsen felső vezeték már. De nagyjából Soroksári úti állomásnál és itt a rendező környékén ennyi az, ami változott. Soroksári úti rendezőhöz vezető vágány, ugye ez köti be a Soroksári úti állomásba a rendezőt, valamint nem csak a rendezőt, hiszen ugye rendezőbe érkeznek Csepel, szabad kikötő felől a vonatok. Ugye ezzel nagyon sok kérdés merült fel, vagy ezzel kapcsolatban, hogy szerették volna innen elköltöztetni a rendezőt. Ennek az oka nagyon egyszerű, itt vagyunk a Duna mellett, és egy nagyon értékes terület, tehát ebben ugyanolyan potenciált láttak, mint annak idején a Dunaparti teherpályaudvarnak, csak ugye a teherpályaudvart könnyebb volt szanálni, azóta már ugye be is épült az a Dunaparti rész, hiszen jelentéktelenné vált a végére, így könnyű volt azt mondani, hogy legyen itt a vége, felszedjük a sineket, és értékes terület, úgyhogy építsünk bele, vagy rá házakat, meg mindenféle irodaházat, stb. Meg ugye most már ott van a színház is. A lényeg, hogy rendező viszont nem ilyen, hiszen Csepel-Szabad kikötő kapcsolatában igen fontos és forgalmas rendező pályaudvar, így tehát nem tudják ezt innen szanálni, és ha tegyük fel, még a rendezői rész szanálnák is, akkor is az összekötetés Csepellel, illetve a szabad kikötővel meg kellene, hogy maradjon, és nem nagyon van más vonalvezetés. Így tehát esélytelennek gondolom, hogy innen a rendező elkerüljön. Pont a Metransz az, ami kijelentette, amikor ugye arról volt szó, hogy a hidat, a Gubacsi hidat felújítják, hogy ők egy napot nem tudnak meglenni. Enélkül egyébként közben kiderült az is, hogy ez a vágány 10-es, nem 5-ös, de régen 5-ös volt, mert van róla videóm, szóval van róla bizonyítékom, hogy kim volt az 5-ös lassújel. Most ide csak azért jövünk le, mert szerintem itt nem fog történni egyébként semmi, itt a lenti részen, de ugye a Nagyvásártelep kapcsán, ugye több, nem csak a Nagyvásártelep kapcsán, ami itt a közelben van, de ugye itt rengeteg ipari vágány volt, és ipar volt, meg kiszolgálás volt, és többnek a mai napig is itt megvan a nyoma. Hát ezek maximum akkor fognak innen elkerülni, ha itt lesz aszfaltozás, útfelújítás, mert mint látjátok, ez is soha az életben nem lesz már használva, ahogy ott a macskakőben megmaradó ipari vágány sem lesz már soha használva. Egyébként bitang meleg van, én nekem, tudjátok, hogy én nem vagyok egy nagy nyári ember, nekem nagyon nem fog hiányozni, alig várom már, hogy szeptember legyen, kicsit hűvösebb legyen, menjenek a gyerekek az iskolába, már bocs, az az én időszakom, meg a tél, a telet mondjuk a sötét miatt nem szeretem, úgyhogy ezek a vágányok, hogy mikor fognak eltűnni, hát
erre tényleg csak azt tudom mondani, hogy akkor, amikor majd itt valami aszfaltozás lesz, bár itt a fűben ugye még erről sem nagyon tudunk beszélni. Itt, ha végig sétálunk, akkor el tudunk menni egészen a Nagyvásártelepig, ahol 1600-szor jártunk, de már nagyon-nagyon óvják, és körbe van kerítve, meg őrzik, meg stb. De hát, hogy mikor bontják azt is le, azt nem tudom. No most persze felvehetnénk a felvételi épületet, nem lustaságból nem teszem mindezt meg, de igazából nincs miért. Itt jelenleg a Sori úti állomásnál egyelőre a legérdekesebb pont az a peronnak az alakulása, valamint ugye a gyalogos felüljárónak a bontása, úgyhogy ebben a videóban most én ennyit szerettem volna mutatni, leginkább tényleg a gyalogos felüljáró érdekelt. Én nem gondoltam, hogy ezt lebontják, nem gondoltam, hogy erre szükség van, én azt hittem, hogy csak egy felújítást fog kapni, de ezek szerint vagy aluljárós rendszerrel lesz, nem tudom, majd ezt meg kellene nézni, hogy valahol hol lehet megnézni ilyen szinten a terveket, hogy ezt lehet látni, ezt írjátok meg, hogyha tudjátok. Hát vagy pedig egy teljesen új vasúti felüljárót kap majd az állomás. Egyébként Sori úti rendezővel kapcsolatban nincsen nagy látómezőm, mint ahogy mondottam is nektek, már utasforgalmi szempontból mondom ezt, hogy mekkora az utasforgalma itt a csúcsban. Én általánosságban csúcsidőn kívül jártam itt, és akkor tényleg elenyészőnek mondható, de azért itt nagyon sok ipari létesítmény van, akiknek a dolgozói olyan időszakban járnak, elnek esetleg a vonattal, amikor én azt nem láttam, nem láthattam, és ahogy mondottam is nektek, én leginkább Pest-Erzsébeten szálltam fel, illetve le a vonatokról, tehát ilyen formában nem szeretnék véleményt kialakítani, de én úgy tudom, hogy természetesen Soroksári úti állomáson marad a személyszállítás, tehát meg fognak itt állni a személyvonatok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, minden támogatási link lent van a leírásba, jövő héten most már mindenképpen lesznek külföldi utak, és mindenki, aki a PayPal-on támogatta a nemzetközi utakat, elméletileg a tegnap este meg kellett valamilyen formában, vagy PayPal-os üzenetben, vagy e-mailen meg kellett kapni a plusz videóját, és természetesen a továbbiakban is, akik támogatnak a nemzetközi túrákról, kapnak plusz videót. És nem kell rossz májúnak lenni, nem csak ilyen jön egy vonat, meg megy egy vonat, és 3 perc, ami kimaradt a fő videóból, egy teljes értékű 11 perces videót kaptak most is a támogatók. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok! Tessék, egy hív, ami megáll Kén utcánál.